A digitális fizetés kérdése az elmúlt időben az országos politikában is teret kapott. A Mi Hazánk mozgalom képviselői az országgyűlésben például többször is arról beszéltek, hogy a készpénz használatnak alkotmányos jognak kell lennie. Orbán Viktor miniszterelnök ekkor úgy válaszolt, hogy az ügyben könnyen szót tudnak érteni. Én általában bankkártyával fizetek, hát pénzt nem hordok magammal valami oknál fogva. Aztán jó, mit tudom én. Így kényelmesebb a kártyával? Kényelmesebb az a érintés, aztán már ennyi az egész. A bankkártyás fizetés előnyei kapcsán a kényelmet többen is kihangsúlyozták. Kártyánkat mobiltelefonos applikációkkal is össze tudjuk kötni, sokak számára ez is előnyt jelent. Az, hogy nem kell izgulni, hogy elveszítem. Bár az is meg lehet. De a telefonon rajta van az app és a kártya is, szóval ha elveszítem még a kártyát is, akkor a telefonon rajta van. Van olyan, aki a higiéniai szempontokat is szem előtt tartja. Nem piszkos. Mert ki tudja, hogy egy fűnyíró, egy sertésgondozó tartotta a zsebébe a papírpénzt, én azzal nem szeretnék kenyeret fizetni. Akad, aki úgy véli, hogy tudatosabban tud gazdálkodni, ha készpénzt használ. Én amúgy bankkártyát szoktam használni alapvetően, már odaérkezik a fizetésem, de jobban szeretem egyébként a készpénzes verziót egyébként, mert egyébként szerintem jobban be tudom úgy osztani a pénzemet, hogy látom, hogy mennyit költök. Igazából ennyi, és szerintem a bankkártyán annyira nem érzi az ember a költésnek a súlyát. A készpénz használatot támogatók gyakran felhozzák érvként az adatvédelmet is. Ők biztosak akarnak lenni abban, hogy személyes információikat véletlen se fogják felhasználni más célokra.